Köszönöm, sziasztok! Üdvözlök mindenkit, milyen nagyszerű a hangulat, nagyon örülök ennek. Szex és más tabuk, ez az estnek a címe. Azért találtuk ki ezt, mert tényleg olyan témákat veszünk elő, ugye, amik hát sok ember szerint tabu lenne, mind a szex, meg a melegek, meg a vallás, meg ilyesmi. Úgyhogy ti nagyon bátrak vagytok, hogy eljöttetek ezt megnézni, meg aki a tévé előtt nézi, az is elég bátor pedig. De csak lehúzza a hangját, azt úgy nézi, hogy így vagyok én bátor. Én a vallásról szeretnék beszélni. Nem is tudom, kezdjük az elején. Tehát én nagyon, nagyon hittem, amikor kisebb voltam. Rendszeresen imádkoztam, templomba jártam, tényleg jó voltam, mert féltem, hogyha rossz vagyok, akkor Isten megbüntet, megharagszik rám, elpusztítja a szüleimet, és tényleg kicsi voltam, tehát nem volt saját keresetem, 6 évesen ott el lettem volna egyedül. Nekem kellett volna fölnevelni a 4 éves öcsémet, szóval sok feladat, ezért inkább mondtam, én jó leszek, én templomba jártam, de annó, tehát az tök régen volt, akkor még nem voltak okostelefonok, tehát tök unalmas volt ott ülni a templomot, csak nem. Néztünk egymást, veled se fogok kezet, nem majd, meg kell tervezni, kivel akarsz kezet fogni. De hogy jött éneklés is, volt ilyen énekrész, amit ha nem lett volna ott a kántorin, akkor nagyon gáz lett volna, mert senki sem tudta a szöveget, mindenki torka szakadtából tátogott. Ez ment ilyen. Nézd el a másik, az csak. Volt egy ilyen könyv volt, de az is csak. Nem tudom, mikor van már végén. Szerencsé ott a kántor néni azért a Dolby Surround 5.1-es mély nyomójával betöltött a templomot, úgyhogy haladt a misel következő érdekes pontig a chipsosztásig, mert megijesztünk, és a tabbácsi készült ilyen rejtekbe volt neki, el volt egy széfbe, el volt oda rejtve, mindig hátrament kis kulcs a nyakába, azt oda ment, ezt egy elő kihozta, egy aranykejbe volt, tehát nem tudok most tejfős, vagy paprikás, mi lesz benne. Beálltál a törzs vendégek mögé, akik tudták, hogy már jön, mindenki kapott, de ilyen picit, tehát ekkorákat osztogattak. Hát mondom, ott voltunk egy 3-4 órát, hogy ez érted, az mi azt kellett megenni, és mindenki ekkorát kapott ki, a papbácsi, ő neki ekkora jutott. Tehát ilyen látványpékségből hozták, vagy nem tudom, ilyen szalonnát ki belőle. Tehát reggeli 10 óráig volt neki ez a Krisztus teste. Nagy nehezen megette. Szóval ott voltam a templomban, és kezdtek már ilyen pici repedések megjelenni az én hitemen, hogy ilyen hatalmas nagy templom volt ott Kolozsváron, és ilyen rohadt hideg volt. Én megnéztem, hogy Isten házában ilyen hideg, hogy az ellentmondás, hogy a fűtésen nincs pénzem, és nehogy már. Tehát tök hatalmas, ez lett volna a minimum, hogy meglegyen. A törés még, ami megjelent bennem, ez a... Én román érettségére nagyon készültem, de zéró voltam, és sokat imádkoztam, na akkor együtt meg tudjuk csinálni, mert én amúgy hittem Istenbe, tehát egy csapat voltunk sokáig, mert az volt, hogy valláson a papbácsi ilyen táblázatot nyomtatott ki az összes ünnepnappal, meg vasárnapokkal, és be kellett vinni nekünk a mise végén, ugye, hogy ott lepecsételje. És akkor visszaadta a papírt, az hétfőn bemutattuk, hogy lepecsételted, legyél boldog. És akkor én meg rájöttem arra a trükkre, hogyha csak a mise legvégére be, ugyanúgy lepecsételi. És Isten nem szól neki, hogy ez a kis fasz semmi csalt az egészből, hanem ne nyomd rá a pecsétet. Én meg ilyen, jó. És tényleg azt hittem, hogy egy tök jó csapat vagyunk. És az érettségén, hát ért egy nagy csalódás, mert ugye nálunk 1-től 10-ig van az osztályozás, az 5-ös épp hogy átmenő. Én meg 5-ös kaptam románból. És így tökre döbbenten néztem, hogy... Figyelj Isten, egyedül tudtam volna 5-ösre, és hol a te részed ebbe? Tehát, hogy mit tettél ehhez? Az egy 8-as legalább, az lett volna egy 5-ös. Úgyhogy tök szomorú voltam.
És most valahogy ez van, hogy a jó részeket azokat mind megtartottam. Tehát a jóság, meg a szeretet, meg a karácsony. Kedvenc ünnepem a karácsony, tehát oda vagyok érte. Annyi, hogy most megszületett a kisfiunk nemrég, és picit átértelmeződött bennem ez az egész ünnep, mert eddig csak egy ilyen önfelett vidámság volt. Aztán meg rájöttem, hogy a karácsony egy szülésről szól, az meg nem annyira vidám. Tehát, hogy nekünk nemrég jött ki a gyerek. Mert azért az nehéz dolog. Pluszban, hogy a Jézusra még a glória is ki kellett jöjjön. Tehát az extra nehézség. Arról nem is beszél, hogy nagy nehezen megszült ugye Mária, azt egyből jöttek a három király tejfakasztóra. Jéééé, akkor jöjjünk egy... József meg nyitott volt inni velük, mert neki föl kellett dolgozni. Itt van az a gyerek, semmi köze nincs hozzá, azt mégis saját költségén kellett főnevelni, úgyhogy... Nehéz. Nem, mert ha belegondolunk végül is, ez egy gyönyörű családnak indult, ugye biztos József meg Mária szerették egymást, azt picit megnyomorította ezt a kapcsolat ez a dolog, hogy ők már többet nem szexelhettek, mert érted, akkor már nem szűz, már Máriki szűz volt valamikor, és ez abban az időben sem volt annyira extra. Arról nem is beszél, ha csak így titokba csinálják, az véletlenül becsúszik egy ilyen féltestvér Jézusnak, ilyen félig szuperképességekkel, hogy nem tud vízből bor, csak fröccsöt, hogy... Jól van, gratulál. Amúgy meg egy nagy flash volt nemrég számomra, karácsonykor tudtam meg, hogy Magyarországon a Jézuska hozza az ajándékokat, ami azért érdekes, mert nálunk Erdélyben meg az angyalka. Ami csak ilyen picit megalázó, ugye, mert Magyarországon a főnök fia jár körbe, nálunk meg egy ilyen beosztott, hogy ezeknek jó lesz ez is. Remélem, hogy nem bántottam meg senkit, amiatt, hogy a vallásról beszéltem. Én már megjártam, hogy egy havaromnak az esküvén voltunk, ott is poénkodtam a templomban, hogy híja, nem bírtam magammal. Aztán, amikor kijöttünk, az összes autó között az enyémen volt büntetés. Isten nem ver bottal. De hogyha az én lelkem miatt aggódtok, azt ne tegyétek, mert én katolikus vagyok és meggyónom. Tehát ez egy nagyon jó kiskapu amúgy. Főleg, hogy most nem is kell templomba menjek, mert van gyónás alkalmazás iPhone-ra. Le lehet tölteni, próbáljátok ki. Dajn Esztero használata amúgy angolul van, de bele lehet jönni. Ilyen legőr listán vannak a bűnök, hogy ki tudod választani. Loptam, csalt. Nem is te kell kitaláljad, hogy ilyen maszturbálás az bűn. Igen. Tehát, hogy ha kérdezni, és ki tudod választani, utána még ilyen téglalapban beírod, hogy hányszor, mondjuk loptam 4-szer, káromkodtam 50-szer. Ki hányszor? És utána van küldés gomb, de azt nem mertem megnyomni, mert nem tudom, mi történik, érted? Elmegy a Vatikánba, érted, az interneten keresztül, ott egy papbácsi a szerverre, ott ül, azt klikkelget, hogy azt tudom, hogy 75 000 miatják lesz. De ha kipróbáljátok, akkor én ajánlom nektek, hogy mindenképp a fizetőset. Mert nem túl drága, ilyen $2 kerül, vagy ilyesmi. És az ingyenesben reklámok vannak, azt meg csak nem akarod, hogy vissza. Isten megbocsátott az összes bűnöket, a Coca-Cola jó voltából. Tehát... Szóval katolikus vagyok, és nekünk ott van a pápa. A pápa szerintem egy tök jó arc. Nagyon kedvelem, ilyen barátságos, meg okos, meg ilyen szeretetteljes, meg minden. És picit sajnálom is, ugye, mert neki is vannak feladatai, úgyhogy tök öreg, el kell járjon haknizni külföldre, repülővel jár amúgy, de nem vizerrel, tehát nagy azt gondoltam, hogy mész Rómából, azt ott ül melletted a pápa, azt nem tud föltenni a bőröd, mert a kereszt így mindent elfoglalta. Nem ez van, neki saját légitársasága van, a főszállott a pápa. Kedvelem ezt a pápát. Vele úgy érzem, hogy az egyház picit ilyen nyitottabb lett, elfogadóbb a melegekkel szembe. Ami tök jó, mert úgy hallottam, hogy melegek is emberek. De amúgy én támogatom a melegeket. Tehát én úgy vagyok ezzel, hogy én magamon is elgondolkodtam, hogy mi van, ha meleg vagyok. Hosszan gondolkodtam. Az jött ki amúgy, hogy nem. Tehát mielőtt túlnőne a feszültség, nem, de... Én azt mondom, jó, hogyha végig gondolja magában az ember, hogy ne 70 éves korában jöjjön rá, hogy meleg voltam, az meg. Itt van 6 gyerek, 28 unoka. Mennyivel könnyebb lett volna az életem ezek nélkül. Hogy ezt így jó tudatos, de biztos más is elgondolkodott már ezen, nem? Már nem úgy, hogy rólam, hogy ó, ez a felméri, mekkora egy buzi, hanem hogy
így önmagán. Ez teljesen természetes, hogy végigfuttatod meg minden, azt rájössz, hogy igen vagy nem. De lehet, hogy ez nem elég, hogy csak így végig gondolod. Én azt mondom, hogy azért így egy-két meleg pornót megnézhetsz, hogy így tudományos alapja legyen az egésznek, hogy így figyeled magad közben, hogy... Azt valami mocod, akkor gyanús lehetsz már magadnak. De ez se 100%-os próba, tehát lehet, hogy nem mocorok semmi, attól még lehetsz meleg, csak nem jön be az a két srác, aki csinálja. Úgyhogy én azt mondom, hogy a maximális próba, amit kipróbálhatsz, megengedhetsz magadnak, az az, hogy egyszer segbe lugnak. Azt ott már tudod, hé, nem. Figyelj, az, hogy egyszer elkap, az véletlen is lehet, tehát érted? Mész az utcán, ott egy szappan lehajolsz, ért, az valaki jön épp arra, az megtörténik. Tehát attól nem leszel meleg, hogy egyszer. Azt meg, ha kipróbált, legalább lesz egy történet, mesélhetsz haveroknak, hogy egyszer segbe rúgtak, nem volt jó. Ennyi. Még a történetnek, hagyjatok békén. Mert szerintem nem az a meleg, aki egyszer kipróbálja, hanem az, aki utána ott alszik, hogy hát ebből a jóságból lesz még majd reggel is. Úgy, hogy amúgy meg, hogy valaki meleg, az egy természetes dolog. Van, aki azt gondolja, vannak olyan emberek, hogy fú, ez egy betegség, vagy izé, vagy netes doktoros fórumon láttam, hogy anyuka beírta, hogy doktor úr, a fiam meleg, írjon fel valami gyógyszert, amitől nem lesz meleg. Hogy mire van ilyen antibuzid, érted? Hogy beveszi az gyerek, azt utána 24 óráig nem meleg, és ha nem veszi a következőt, akkor meg bemelegszi. Nem tudom, hogy ez... Hogy ezt hogy gondolta, de ez egy annyira természetes dolog, hogy az állatok között is vannak melegek. Egy kísérletet végeztek például egerekkel, az volt, hogy bezárták őket egy területre. Ugye, és ezek ahogy szaporodtak, egyre többen lettek, csökkent az élettér, fogyott a táplálék, elkezdtek kialakulni ilyen kis meleg egyedek közöttük. Ilyen kis buzi egerek, hogy nem tudom, hogy jöttek rá, hogy ezek melegek, ezek ott kellemetlenkedni a többieknek, vagy csak epilálták a mellkasukat, hogy tán! Nem tudom, festették a körmüket, vagy csak így bámulták a szivárványt. Cincin, bárteg, Eddája. De amikor én ezt olvastam, visszaemlékeztem, hogy laktam már együtt öt srác egy albérletbe. Azt volt, hogy szombat délután már elfogyott a kenyér, azt nagyon néztük egymást. Azt nem tudtam, mekkora veszélybe vagyok, tehát ott nagyon stresszes volt. Ugyanakkor meg én támogatom, hogy házasodjanak a melegek, éljenek együtt, mert ők ugye ezért harcolnak, nem is a szex a vonzó az egészben, hanem az, hogy együtt éljenek, mert a házasság amúgy nem a szexről szól. Tehát aki megházasodott, az már tudja, hogy nem azért házasodik az ember, hogy többet szexeljen, ezt akarom mondani. És ha így nézzük, akkor lehet, hogy picit, nem tudom, jobban megérthető számomra legalábbis, hogy együtt szeretsz élni azzal az illetővel, aki összeházasodsz, tehát mondjuk össze kell szerelni otthon egy IKEA-s bútort, jobb, hogy egy srác van veled, érted, aki tudja meg, hogy segít. Nem a feleséged, aki ott nézi az untatot, hogy hol tartott, nem tudom, hogy föl kell vinni egy kanapét a negyedikre. Jobb, hogy egy srác van veled, aki segít, érted, azt együtt viszitek, nem a feleséged mondja, figyelj, ott nem fog elférni, mondtam, azt hozhatod, de szerelheted szét. Jó van, menjünk már. Tényleg házasodjanak, támogat. Adottan gyereket is, mert nem a játszótérre fogják összelopkodni őket, hanem arról van szó, hogy itt árvaházul veszik magukhoz, ami nagyon rossz, hogy nem jó a gyerekeknek. Ők meg ugye magukhoz veszik, szeretve fölnevelik, mondjuk lesz majd nehézsége a gyereknek, a káromkodása, hogy ilyen anyát, fasza, meg ilyeneket mond, de ezzel lehet segíteni. Köszönöm szépen a figyelmet.